Soha nem lehet a karácsony nélkül, a karácsonyi végkifejlet nélkül értelmezni az adventet, mert minden, amit csinálunk, felkészít a karácsonyra. Az advent a várakozása, a készülődés ideje, mondta nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes. Advent ugye a várakozás ideje, készülődés ideje, fizikálisan is, lelkileg is, mentálisan is készül ilyenkor az ember a családi alkalmakra, a gyülekezeti alkalmakra. Ennek a lelki felkészülésnek az egyik legfontosabb eleme visszatérően egy adventi evangelizáció. Az evangelizáció az egy különleges műfaj, arról szól, hogy más helyről érkezett emberek, lelkészek tesznek bizonyságot arról, hogy ők hogy élik meg a felkészülést. És egy nagyon kedves barátom, egy nyugalmazott esperest akaró Tamás fog érkezni, ez a december második hetére tehető. Minden adventi vasárnapot úgy fogunk megtartani, hogy valamilyen különlegessége készülünk. Az első adventi vasárnapunk az már egy gyerekszolgálattal lesz. A második adventi vasárnapon felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem mindenkinek adatik olyan helyzet, mint nekünk, Isten kegyelméből, hogy egyéb dolgunk sincs. Természetesen akinek az életében vannak problémák, terhek, gondok, azok nem fognak velem egyetérteni, de alapon olyan társadalmi helyzetben vagyunk, olyan anyagi helyzetben vagyunk, hogy tervezhetünk nyugodtan az advent folyamán, hogy hova megyünk el a gyerekkel, mit fogunk majd a fa alá tenni. Ez nem mindenütt van így. Nem csak világ méretben, hanem Kárpát-medencei méretben is. Éppen ezért advent második vasárnapján szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a határon túli magyarok milyen nehéz helyzetben vannak. Ezért egy kárpátaljai református lelkészt hívtunk el, aki Huszt városából fog érkezni, ő fog közöttünk prédikálni, és egyúttal szeretném majd nekik átadni, vagy rajta keresztül a husztiaknak egy nagyobb pénzadományt, amivel az ottani kárpátaljai magyarok, különösen is a kárpátaljai magyar gyerekek számára egy kicsit könnyebb lesz, kicsit szebb lesz az advent és a karácsony. A harmadik vasárnapon szeretnénk egy kórus találkozást összehozni, hiszen több kórusunk van. Tervezzük, hogy meghívjuk a környékről is, akiket elérünk egy szép istentiszteletre, egy alkalomra, és természetesen megint egy standard, egy általános visszatérő alkalom, hogy a negyedik vasárnapon pedig egy nagy gyerekműsorra készülünk. Koncz Tibor elmondta, hogy Istentől kapott feladat, kötelesség, hogy ne gesztusként és ne kegyként gondoljunk arra, hogy szeretjük a mieinket, hanem szent kötelesség, ide kell eljutnunk. Át tudjunk úgy lényegülni, a szellemünk és a lelkünk meg tudjon úgy változni, hogy elérkezzünk a csúcspontra, Szentestére és a karácsonyra, amikor szeretnénk arról az ajándékról szólni, amit mi kaptunk, a szeretet ajándékáról, az isteni szeretetről, aminek a továbbadása a mi embertársaink és mindenek előtt a szeretteink irányába, azt hiszem, hogy a legalapvetőbb, és életben tartja a családokat, életben tartja a lelkeket. Ezért kell erről úgy beszélni, hogy Istentől kapott feladat, kötelesség, hogy ne gesztusként és ne kegyként gondoljuk arra, hogy szeretjük a mieinket, hanem szent kötelességnek. És ez igazából a csúcspont. Idáig szeretnénk eljutni, és bízom benne, hogy sokan jönnek majd velünk. A programokról, istentiszteletekről az Egyházközség Facebook oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők, de gyülekezeti újsággal is készülnek a karcagiaknak.